Akkor elhangzott a kulcsnév, akivel be is fogjuk fejezni, nézvén az ellenzék bal oldalát. Kimondhatjuk, hogy Gyurcsány Ferenc visszavette az irányítást a magyarországi baloldal felett, és mindenre van másfél percet. Ki? Persze, természetesen. Nem is kell hozzá másfél perc, tehát evidens. Tehát Gyurcsány Ferencnél romlottabb, gonoszabb, alkalmatlanabb, és az építésre való alkalmasság tekintetében tehetségtelen politikust nem nagyon hordott a hátán a földet. Akár Szálasit, akár Rákosit nyugodtan hozhatjuk vele párhuzamba. Károlyt azért nem, mert ez egy tutyi-mutyi szerencsétlen, nagyon kártékony, de alapvetően egy szerencsétlen és rossz indulatú is, de mégiscsak egy tehetségtelen ember volt Gyurcsány Ferenchez képest. Tehát a Gyurcsány a gonoszságban, a rombolásban, a manipulációban, a mások tönkretételében tehetséges, tönkretette a baloldalt, most másodszor teszi tönkre azáltal, hogy visszajön és maga alá gyűri azokat a percemberkéket, akik ma az MSZP-ben vannak, hát a Jobbikban, bocsánat, a Demokratikus Koalícióban. Úgy is jó, persze. Úgy is jó, igen. De nem volt véletlen az elszólás. A Demokratikus Koalícióban egyébként is csak őt tudja az ember megnevezni, mert még a többi politikus hozzá képest is jelentéktelen és alkalmatlan bármilyen politikai tevékenységre. Ez nagy baj az ország szempontjából, tehát én nem győzöm hangsúlyozni, hogy rövid távon ez nekünk talán jó, hiszen nem kell arra sok időt, energiát fecserélni, hogy emlékeztessük az ország közvéleményét majd a választási kampányban, hogy mi történt 2010 előtt, nehogy véletlenül elfelejts, hogy honnan indultunk. Tehát lehet, hogy az rövid távon a Fidesznek politikai haszonnal is tud járni, de az, hogy az ország politikai elitje, politikai közvéleménye ezt a gonosztevőt nem tudta 8 év után sem kivetni magából, nem tudta letakarítani a porondról, az bizonyos, hát, hogy mondjam, betegségét, defektusát mutatja számomra a közéletünknek, tehát én akkor lennék igazán, akkor örülnék igazán, hogyha ez az ember oda kerülne, ahova való. Sajnos neki egy vastagabb lábjegyzet jut majd a történelemkönyvben, mint Vona Gábornak, mert ő azért egyelőre még Vona Gábor, ne tartsuk vele egyenrangúnak, tehát ő azért sokkal nagyobb károkat okozott ennek az országnak a politikájával, és okozott az elmúlt 8 évben és a puszta jelenlétével.